Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Zajlanak a felújítások, folyamatosan szépül a Malomvölgyi parkerdő. Kánikula, figyeljünk oda a só és folyadékbevitelre a hőségben. Nyári egyetem, a tengeren túlról is érkeztek résztvevők a programra. Évek óta folyamatosan újítják fel a Malomvölgyi parkerdőt, amely 2021 óta többek között modern játszótérrel és egy napozó ágyakkal felszerelt plázzsal gazdagodott, valamint a két tó körüli teljes turistaút is megújult. A Pintér János program keretében zajló munkálatok idén folytatódtak, és a tervek már megvannak a jövőre is. Hétköznap délelőtt, amikor felvételeink készültek, csendes és nyugodt a Malomvölgyi parkerdő. Hétvégén azonban előfordul, hogy 3000-nél többen is megfordulnak ezen a kiránduló helyen. A Pintér János Park megújítási program keretében 2021-től modern játszótérrel és egy napozó ágyakkal felszerelt plázzsal gazdagodott a hely, valamint a két tó körüli teljes turistaút is megújult. Ezt követte a zsírosdombi kilátó megszépítése. A munkálatok idén folytatódtak. A kökény felüli tó keleti oldalán a patakon átívelő híd, ez teljesen elhasználódott, baleset veszélyessé vált, ezt kollégáim teljesen felújították, csak úgy, mint a tó déli oldalán a focipálya megközelítését szolgáló kis fahidat is teljes egészében felújítottuk. A kökényi tó melletti játszótér modernizálása is megkezdődött. Itt a forgó játékokat javítottuk, illetve kikerült egy fedeles asztalpad garnitúra is. A felújítási munkák ezzel nem fejeződtek be. A jövőben a Pécs felőli 2-es tó északi és nyugati oldalán egy-egy selfie pontot alakítanak ki, a kökény felőli kis tó játszótere többek között egy hatalmas várral és egy játszóhajóval bővül. Szintén újdonság lesz az a fából faragott játékos tanösvény, amelyet végigjárva a gyerekek megismerhetik a tavakban élő halfajokat. Elrendelte a harmadfokú hőségriadót az országos tiszti főorvos. A bejelentést még múlt hét végén tette a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatósága. A szubtrópusi időjárás azóta is tart. Pécsett a Tettye Forrásház párakapui biztosítanak enyhülést az utcán tartózkodók számára. Egészségünket is körültekintőbben kell védenünk ilyenkor. Erről szakember véleményét kérdeztük. Sokan frissülnek fel a nagy melegben a Széchenyi téri párakapu alatt. A hőségriadó már napok óta tart, amit a városban is leginkább a szökőkutak mellett hűsölve töltenek az emberek. Az extrém időjárás alapvetően is megviseli az emberi szervezetet, de mint azt Tibold Antal mondja, meghatározhatók olyan csoportok, akik veszélyeztetettebbek. Ilyenek a kisgyermekek, az idősebbek, illetve azok, akiknek valamilyen krónikus betegségük, például szívbetegségük van. Nekik különösen oda kell figyelniük ilyenkor a vízfogyasztásra, hiszen még az egészséges felnőttek számára is fontos, hogy a 1,5 liter napi bevitt vízmennyiséget legalább 3-4 literre emeljék. A szakember emellett egy további egészségmegőrző tényezőre is felhívja a figyelmet. A szakirodalom meg szokott emlékezni róla, hogy ilyenkor ne csak a vizet pótoljuk, hanem ugye a szervezetünkből ásványi anyagok is távoznak, főleg itt a sóra kell gondolni, hát ugye ez az izzadságsós, ezt szintén mindenki tudja. Stábunk úgy értesült, az elmúlt időszakban több beteg került életveszélyes állapotba a pécsi klinikára, pont az alacsony nátrium szint miatt. Ezért valóban érdemes megfogadni a szakember tanácsát. A hőség emellett minden évben olyan tragédiákhoz is vezet, melyek egy egyszerű, de elengedhetetlen szabály betartásával elkerülhetők lennének. Erről is Tibold Antal beszélt stábunknak. Kocsiba ne felejtsünk se hozzátartozót, kisgyereket, házi állatot, senkit. Ugye tudjuk, hogy amennyiben kint 36-38 fokos hőségek vannak, a napon hagyott kaszni pillanatokon belül átforrósodik, és a belső hőmérséklet akár 70 fokot is elérheti. Ez rövid távon is gyakorlatilag túlélhetetlen.
Az előrejelzések szerint azonban, ha nem is jelentősen, de enyhül a hőség egy szerdán érkező hidegfrontnak köszönhetően. Pár fokkal csökkent tehát a kánikula, pénteken pedig szintén egy kisebb lehűlést hoz a záporokkal, zivatarokkal érkező újabb front. Elkezdődött a Nagyárpádi csomópont átalakítása. A munkálatok miatt forgalomkorlátozás lesz a területen. A Kemény Zsigmond utca a Kanizsai Dorottya úttól északi irányba egyirányú lesz, és a buszközlekedésben is lesznek változások. A Tükebusz ZRT tájékoztatása szerint a Nagyárpád irányába közlekedő 42 Y jelzésű járatok megváltozott útvonalon közlekednek munkanapokon 8 és 17 óra között. Munkaidőn kívül és hétvégén a menetrend szerinti járatok az eredeti útvonalon közlekednek. Meghosszabbította a rendőrség a belterületi vadászatra adott engedélyt Pécsett. A város egyes részein továbbra is szabad vaddisznókat lőni, az állatok ugyanis komoly károkat okoznak a kertekben. A Nagydeinduli utca és a Középdeindul hegyhát dűlő elhanyagolt területein telepedtek le az állatok, ott pusztítják a gyümölcsösöket. A rendőrség ezért december 31-éig belterületi vadászatot engedélyezett a területen. A tengeren túlról is érkeztek diákok az idei Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetemre. 24. alkalommal szervezi meg idén a Nemzetközi Oktatási Központ a képzést, melynek elsődleges célja, hogy az egyetem külföldi diákjai megtanulhassák a magyar nyelvet. A nyári kurzus iránt az évek alatt egyre nagyobb lett az érdeklődés. Tánchással üdvözölték az idei Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem diákjait hétfő délután, az érkezésük első napján. A PTE AOK Nemzetközi Oktatási Központja által meghirdetett képzésre idén 27 országból közel 60 hallgató jelentkezett, azzal a céllal, hogy egy intenzív kurzus keretén belül elsajátítsa a magyar nyelvet. Soham és Csándánó például az USA-ból érkeztek Pécsre, mert azt tervezik, hogy Magyarországra költöznek, mint mondják, a nyelv és a város is nagyon imponál nekik. Ez a nyelv nagyon muzikális, én pedig nagyon szeretem a zenét. Olyan zenét is játszom, ami megmozgat. Azért jöttünk Pécsre, mert ő szereti Pécset, és ebben a városban megvan minden. A Magyar Nyelv Nyári Egyetem már közel negyed évszázados múlttal rendelkezik, a tanítás módszertanát is a PTE tanárai fejlesztették. Az oktatás során nagy hangsúlyt fektetnek az élő nyelvi tudás közvetítésére és a természetes nyelvhasználatra. És hogy kik ezek a diákok, akik úgy döntenek, hogy Pécsett magyar nyelvet tanulnak, arról Perc Katalin, a program vezetője beszélt stábunknak. A törzs közönségünk kicsit természetesen a 24 év alatt változott. Talán egy kicsit eltolódott abba az irányba, hogy leginkább ma már a felnőttebb generáció tölti ezzel a nyári szünetét. Körülbelül most már ott tartunk, hogy körülbelül a fele egyetemista, és a másik fele pedig olyan felnőtt ember, aki itt tényleg arra tud koncentrálni, hogy 2 héten vagy 4 héten keresztül tudjon magyarul tanulni. A csapatépítő táncházat követően dr. Miseta Attila, az egyetem rektora hivatalosan is köszöntötte a résztvevőket. A nyári egyetem keretén belül az oktatási központ heti 40 óra tantermi órát, valamint tantermen kívüli fakultatív programokat is biztosít a jelentkezők számára. Ilyenek többek között a magyar gasztronómia és kultúra, de akár kiejtést fejlesztő fonetika klubban is részt vehetnek a hallgatók. Minden évben nagy sikere van a pécsi zótábornak. A 8 turnus alatt idén több mint 200 gyermek vakációját teszi kellemesebbé az állatkert nyári programja, melyre stábunk is kilátogatott. Szeretem az állatokat, meg szeretek nézelődni. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy bementünk tegnap a makikhoz.
Mesélik a gyerekek eddigi élményeiket. Ez a tábor második napja, melyet minden gyerek nagyon várt, hiszen ekkor mehettek be először a gondozókkal az állatok kifutójába. Ez a csapat például a vörös pandák etetését és itatását végezte, de volt, aki a takarítást kapta feladatául. A résztvevők nagy lelkesedéssel végezték a munkát, utána ugyanis jöhetett a megérdemelt jutalom, a simogatás. Az állatok gondozása a gyerekek számára az ótábor egyik kedvenc programja, ilyen élményben pedig lesz még részük a héten. A hét egyik csúcspontja szokott lenni, és általában a gyerekeknek a 98%-a nagyon várja a víziló medence takarítást. Amikor is ténylegesen az ő feladatok az, hogy a kollégák által leengedett medencéből, ami ott maradt, azt kitalicskázzák és összeszedjék, és aztán mindenki élvezi, hogy milyen szép tiszta lett Bálintnak és Ágnesnek a helye. Az ótábor célja, hogy közel vigye a gyerekeket az állatok mindennapjaihoz, és betekintést kapjanak az állatkerti háttérmunkába is. Nem véletlen, hogy a program igen népszerű, és a turnusok évről évre korán betelnek. Idén több mint 200-an választották az állatkertet nyári szünetük egy részének eltöltésére. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán egy hullámzó hidegfront közelíti meg térségünket. Délelőtt ugyan még napos idő lesz, délután többfelé lehetnek záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is. A csúcshőmérséklet 35 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra! Thank you.